estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Mai adásunkban a hazai és az európai tejpiaci helyzetről fogunk beszélgetni, mégpedig azért, mert én azt gondolom, illetve hát a közlemények alapján, hogy nincs jó helyzetben a tejszakmaközi szervet és terméktanács. Vendégem pedig István Faldi Miklós, a tejterméktanács elnöke. Tisztelettel köszöntöm. Jó estét kívánok. Engedje meg, hogy előjáróban a önök közleményéből idézzek. Tehát az önök célja a magyar tejágazat fejlődése, a tejpiaci szereplők eredményes működése, a tejtermelésből és tejfeldolgozásban élő valamennyi gazdálkodó és munkavállaló érdekeinek védelme, valamint, hogy a magyar fogyasztók hosszú távon is megfizethető és folyamatosan magas minőségű tejjel és tejtermékkel történő ellátása megtörténjék. Ezért fontos feladat a tejtermelőktől a kiskereskedőkig, vagy a nyers tejtől a késztermékig jelenlévő az elmúlt időszak általános költségnövekedésből eredő feszültségek rendezése. Ez a legfontosabb. Ugyanis az általános költségnövekedés rányomja a bélyegét most én azt gondolom a tejpiac valamennyi szereplőjére. Ezt gondolom egy hosszú tanácskozás előzte meg, amikor nyilvánosságra hozták ezt a közleményt augusztusban, hiszen számtalan olyan adat szerepel erről, rövidesen nyilván erről fogunk beszélgetni. Valóban ilyen rossz a helyzet? Hát tulajdonképpen a közlemény is azért született meg, mert feszültségek vannak a tejpiacon. Azt nem állítom, hogy a 4 évvel ezelőtténél rosszabb a helyzet, de ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, ahhoz az mindenképpen itt most áremelésre van szükség a piacon. És ez nem azért szükséges, mert hogy mondjuk a kevesebb tejtermék fogyjon, mert a fogyasztóknak magasabb legyen az ára, hanem azért szükséges, mert hogyha ez a helyzet így marad, ahogy van, tehát hogyha a külföldön lévő a nyers tejára emelkedik, belföldön pedig nem, akkor ez a magyarországi nyers tej, ez elkezdi keresni a helyét a külföldi piacon, és onnan kezdve a magyarországi feldolgozottsági szint fog csökkenni, ami nem célunk. Nekünk ugye a célunk, mint ami a közleményben is szerepel, hogy minél több nyerstej feldolgozott állapotba kerüljön a boltokba. Nos, hát ugye a felvásárlási átlagár 29 hónapja, tehát most már 30 hónapja, 2017. januárja óta ugyanannyi, 91 és 101 forint között mozog. Igen. Ez nagyon-nagyon kevés. Ha lebutítjuk euróra, akkor még inkább, annál is inkább, ugye most 335 forint immáron, akkor igen, még 30 eurócentet sem éri el. Így van, így van. A közlemény még ugye augusztus elején került kiadásra, azóta volt ez a drasztikus forintgyengülés, ez még rájátszik, tehát magyarul az exportot ez segíti, ilyen értelemben a kész termék exportot segíti, de ugyanakkor segíti a nyers tejárnak a nyers tejet is kivinni az országból. Amiről beszéltünk. Amiről beszéltünk, tehát ilyen értelemben rosszabb a pozíciója a nyers tejnek belföldön, illetve több nyers tej termelő gondolkodik azon, hogy exportra vigye ezt a tejet. Holott a tejfeldolgozás az hozzátartozik az ágazathoz mindenféle értelemben. Tehát igazából akkor járna jól a fogyasztó, illetve hát a termelő, ha egy rendes árat kapna a nyers tejért és a feldolgozókhoz kerülne, mondom én. Igen, hát ez az is kell, hogy hosszú távon kiszámítható szerződés legyen termelő és feldolgozó között, és amennyiben ez figyelembe veszi az európai árváltozásokat is, akkor kevesebb termelő ugrál ki a szerződésből, vagy tud kiugrani a szerződésből, vagy egyébként kevesebbnek érdeke a szerződésnek a valamilyen való fölmondása, és hogy helyet keressen magának külföldön. Tehát alapvetően az utóbbi évek intézkedései, vagy a folyamatai, azok pont a fordítottja volt annak, amitől most félünk, tehát meg akarnánk tartani ezt a pozíciót. A nyers tej kivitele csökkent az elmúlt 3 évben, és a feldolgozott termékeknek a magyarországi feldolgozása pedig nőtt. Most pedig, hogyha itt nem sikerül valamit lépni, akkor ez a trend megfordul, és azt gondoljuk, hogy újra problémák lesznek a tejpiacon. Mielőtt az inflációról és az input költségekről beszélünk, a növekedésről, azért essék szó arról, hogy mennyit segített az áfa csökkenés, hiszen 27%-ról 5%
lett az áfa. Igen, egyes tejtermékek áfa csökkent, ez jelentős segítség volt. Egyrészt azért, mert tisztult a piac, abban az értelemben, hogy például az UHT tejeknél nem érte meg játszani az UHT tej behozatalával és annak az áfacsalásával, mert 5%-os áfánál ez már nem játszik. Ez meg is látszik az átrendeződésen, mi korábban 38%-a volt az UHT tejnek nagyságrendje import, most ebben a pillanatban csak 9%, ami bejön. Ugyanakkor nem csökkent a tejtermékek áfája tejföldtúró és sajt vonatkozásában, ott még most is magas az áfa, és hát arra számítunk, hogy az elkövetkező egy-két évben ezekre a példákból kiindulva, hogy egyrészt nőtt is valamennyit a magyarországi tejtermék fogyasztás, a sajtnál, ha ezt meglépnénk, és most egyébként jelentős sajt ipari beruházások is vannak, és éppen a jövő héten lesz átadva az Alföldi Tejnek a debreceni üzeme, ahol jelentős sajtgyártás kapacitás bővülés lesz. Ha ez az áfa csökkentés a sajtoknál és félkemény sajtoknál megtörténik, akkor ott is abban bízunk, hogy növekedni tudunk a belföldi piacon. Az nagy előrelépés. Én egyébként még nem felejtem el, hogy egy nagy nézői felzúdulást is keltett, amikor behozott 100 forintos tejeket ide, még az UHT tejek idején. Na most ez megszűnt, hála Istennek. Viszont az infláció és az input költségek egyre növekednek, és azt hiszem, hogy ez megint csak nem tesz jót a gazdáknak. Igen, hát itt egyértelműen azt tudom mondani, hogy a fehérje hordozó takarmányárak, a munkaerő költsége, ami jelentősen növekszik az üzemanyag utóbbi időben. Menjünk sorban, bocsásson meg, kezdjük a takarmányárakkal, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy a tejelő marháknak kiváló étkezésre van szükségük. Tehát ez szakmai kérdés nyilvánvaló. Tehát ha drágul a takarmány, akkor óhatatlanul is kevesebb a haszon, ha úgy tetszik. Így van, hát az utóbbi év időszakban az a fehérje hordozók, amelyikeket a szarvasmarha tenyésztésben, a tejtermelésben használunk elég nagy mértékben, itt konkrétan a napraforgó dara vagy a szójadara, ezeknek az ára jelentősen emelkedett, ugyanakkor a premixek, vitaminárok is nagy mértékben emelkedtek a piacon. Mondjuk a vitaminok ára az elmúlt 3 éve folyamatosan emelkedik, hát ugyanúgy kell a teheneknek is a premixébe vitaminokat tenni, mint ahogy az ember is tehát érzékeny akkor, ha valamelyik vitamin hiányzik a szervezetéből. Ez egy jelentős drágulás, és ez egy trend, tehát folyamatosan emelkedik, és most ebben a pillanatban, amikor ezeknek a termékeknek nagyobb része külföldről jön be, tehát a forint gyengülése ezt a szegmest is jelentősen érinti, tehát mindenképpen itt több mint 5%-os növekedés volt az elmúlt időszakban, még a forint romlása előtt, és most erre még rátesz ez is. Akkor menjünk tovább, üzemanyagköltségek, szintén ugyanez a helyzet ebben is. Igen, az üzemanyag és az energiaköltségek ára az emelkedik. Lehet, hogy a lakossági ára nem emelkedik abban a mértékben, vagy ezt nem figyelem, tehát azt én nem pontosan tudom, de az üzemeknek a számára átadott villamos energia az mindenképpen emelkedett, és a gáz ára is az elmúlt időszakban jelentősen. Az üzemek ára pedig az utóbbi időben emelkedett. Tehát, hogyha visszatérek az ön által elmondottakra, hogy 3 év alatt a tej ára az abban 92-98 forintos sávban mozgott, vagy a 90 és a 102 forint közötti árban mozgott, akkor azt gondolom, hogy az tulajdonképpen nem tudja már fedezni azokat a költségemelkedéseket, amik az elmúlt időszakban beszéltünk, és akkor még nem is beszéltünk a következőről, a munkaerőről. Igen, ez kritikus helyzetet hozhat, hiszen egyre kevesebb a munkaerő, és ráadásul tetszik, nem tetszik, generációváltásra lenne szükség, amihez nagyon sok minden kell, amit még majd meg kell teremteni egyik oldalról a kormányzatnak, nyilván nem a tejtermék tanács dolga, de beszéljünk akkor a munkaerő helyzetről.
Hát a munkaerő helyzete kapcsolatosan több probléma van. Az egyik az, hogy eleve kevés a munkaerő. A másik az, hogy amennyi van munkaerő, az nem ebbe az ágazatban szeretne dolgozni igazán, mert ebbe az ágazatban ugye folyamatos munkarend van, tehát ebbe a tejtermelésben például nem nagyon van olyan, hogy valaki mind a négy hétvégén egy hónapban otthon van, hanem olyan van, hogy kettőn otthon van, kettőn meg dolgozik. Ugyanis ugye, tehenek azok nem olyan, hogy elzárjuk a csapat, és akkor majd hétfő reggel megnyitjuk. Tehát egyrészt az a munka rendkérdése, amihez még hozzájárul az is, hogy több helyen osztott munkaidő van, tehát magyarul reggel 4 órát bent van, meg délután 4 órát van, és ez sem kedvező a mai fiataloknak, meg főleg nem. A szakképzési is van probléma, itt inkább a tejipari szakembereknek a képzésével, ma Magyarországon alig van olyan szakközépiskola, hogy tejipari szakembereket képeznek. A másik meg, hogy például mi is konkrétan külföldről behozott munkaerőre szorulunk, mert a saját tehát a magyarországi munkavállalók közül egyre kevesebb az, aki ebbe a szakmába el akar helyezkedni. Nálunk konkrétan például egy 30 fős üzemben dolgozom én, ahol ebben a pillanatban 5 mongol dolgozik már, ugyanolyan körülmények között is ugyanolyan bérszabályzat alapján dolgoznak, mint a magyarok. Annyi különbsége, hogy itt az ő esetükben még a lakhatásukhoz is hozzájárulunk. Nem nagyon volt más lehetőség, és erre lehet mondani azt, hogy fizessük meg a munkaerőt, és akkor majd lesz. Hát úgy néz ki, hogy az utóbbi 5 évben minden évben 10% fölötti béremelés volt, és nem csak az enyémről, az én általam vezetett cégről beszélek, hanem az általam ismert cégekről, és mindenütt jelentős problémát okoz ez. Van ahol indiai munkaerő, van ahol ukrán, Mor környékén ott a mongolok váltok be jobban, illetve őket hozzák be olyan munkaerő közvetítők, vagy olyan munkaerővel foglalkozó vállalkozások, akiket mi is választottunk, ugyanis nem nagyon volt más lehetőségünk. És hogy tanulják ők meg, tehát hogyan lehet velük eredményesnek lenni, mondom én? Most nyilván nem egy szakmunkáról van szó, de azért valljuk meg, érteni kell hozzá. És kitartásra szükség van. Hát igen, hát ennek egy része kifejezetten szakmunka, tehát a fejés az egy szakmunka, egy elletői munka az is egy szakmunka, de ezen kívül persze vannak olyan területek, ahol nem kíván akkora hozzáértést a dolog, hanem betanulható, megtanulható. Hát mint ahogy a más munkáról is, ez is egy lutri, abban az értelemben, hogy ott a helyszínen derül ki az, hogy milyen ez a adott ember. Mondhatom, hogy a 6-ból 5 ott maradt, és annak a fele az elfogadható, illetve jó munkaerőnek bizonyult. Van, akiknek van érzékük, ezek inkább ugye már az ilyen 40 év körüliek. A fiatalok, akik bekerültek, azok olyan értelemben, hogy nem nagyon találkoztak. Bár ugye minden úgy gondoljuk, hogy Mongóliában mindenki állattenyésztéssel foglalkozik, mert annak idején ilyen elképzeléseink voltak, de itt a fiatalok ott sem foglalkoznak már vele, és ezek a fiatalok közül a 3-ból a 2 az nem igazán vált be. Értem. Esztendők óta beszélgetünk erről. Egyik oldalról mindig szóba kerül, hogy a nyers tejára a eurócentekben mért, mert nyers tejára nagyon alacsony. Mindig szóba kerül, hogy az Agrártárca elindított egy olyan folyamatot, hogy a fiatalok képzési rendszerét hozzáigazítja a szükségszerűséghez. És most is itt vagyunk 2019. szeptemberében, hogy azt mondhatom, hogy nagyon sok minden nem történt. Mi ennek az oka? Mit kéne megváltoztatni a struktúrában ahhoz, hogy egyes ágazat, és itt nem csak a tejtermelési ágazatra gondolok, ne küszködjön végzetes munkaerőhiánnyal? Hát ez a munkaerőhiány azért az utóbbi időknek a terméke, mert ha emlékezünk rá, korábban arra adtak támogatást beruházásokkor, hogy a létszámot növeljék, vagy minimálisan szinten tartsa egy bizonyos üzem.
ez leginkább mondjuk a feldolgozó üzemeknél volt így, de nekünk is volt 10 évvel ezelőtt olyan beruházásunk, ami, ahol létszámbővítést írt elő a kormányzat. Az utóbbi 3-5 évvel beváltozott ez a helyzet meg, és egyre jobban változik, bár én azt gondolom, hogy el fog jönni az, az idő, amikor már belföldi munkával is lehet annyi, ha nem is annyi, de közel annyi pénzt keresni, mint ahogy esetleg egyes külföldi munkákkal, ha beleszámítjuk azt is, hogy ott mennyi a lakhatás és mennyibe kerül az élelmezése az ott kint élőnek. Tehát én azt gondolom, hogy ez az utóbbi időknek a terméke, ez a jelentős munkaerőhiány. Az más kérdés, hogy a szakképzésben ott nem történtek meg azok a lépések, amikor ezelőtt mondjuk 3 évvel is beszéltünk, mert nem érzékeljük. Volt Magyarországon egy tejipari szakmunkás képzőintézet, a Csermajorban, ez Győr-Sopron megyében van, amelyik egy-egyben megszűnt, abban a pillanatban én úgy tudom, hogy egy van, talán Gyoma-Endrődön vagy azon a környéken, ahol konkrétan ilyen tejipari szakembereket, vagy tejipari szakmunkásokat képeznek. Hát azon kívül persze vannak ilyen egyéb képzések, amelyek rövid idő alatt, de csak betanulási szintig tudják én szerintem ezeket az embereket megtanítani ezekre a dolgokra. Tehát azt gondolom, hogy a kamarának lenne a feladata a szakképzésnek a továbbfejlesztése. Én úgy tudom, hogy a kamera ebben próbált is lépéseket tennem az elmúlt időszakban, de hát azért lássuk be, hogy ez egy hosszabb folyamat után lesz ennek eredménye, mert egyrészt kell hozzá jelentkező, akiket beiskoláznak, meg egyrészt ugye jó lenne, azok nem is morzsolódnának nagy részt bele is. Egyébként meg, ha elvégzik, akkor az is jó lenne, hogyha ebbe a szakmába dolgoznának. Igen. Tekintsünk egy kicsit ki a határainkon, azt nagyon is jól tudjuk, ugye nem menjünk túlságosan messze, hogy azért komoly, ha nem is ellenfeleink vannak, hanem komoly olyan tejtermelő országok a környékünkön is, akik konkurenciát jelentenek. Tehát miként kerül ki a külpiacra a magyar tej? Ugye Kína célpont, egy csomó célpont van, de működik-e ez még kellőképpen? Vagy, tehát és nem a nyers tej vonatkozásában kezdem, hiszen arról beszéltünk, hogy a feldolgozott tejtermék igazából az lenne az üzlet. Igen, igen. Hát itt azt mondom, hogy az export, a Magyarországról kivitt tejtermék export és a bejövő import egyenlege az még mindig negatív, tehát több termék kerül be értékbe az országban, mint amennyi elhagyja. Ugyanakkor vannak jelentős olyan piacaink, ahol a magyar tejtermékeket el tudjuk helyezni, így konkrétan például Romániába, a Balkánnak a Jugoszlávia utódállamaiban elég sok terméket tudunk értékesíteni, és vannak olyan magyarországi vállalkozások, amelyek például az egyik az arab országokba szállít rendszeresen sajtot, meg már 20 éve szállítja, és elég jó kapcsolatai vannak, és van Magyarországon olasz tulajdoni magyar cég, aki meg Olaszországba szállítja közvetlenül ki a sajtokat. Tehát van ebbe előrelépés. Az a más kérdés, hogy ami hozzánk meg bejön termék, így konkrétan Lengyelországból és Németországból a félkemény sajt, és a joghurtok azok szintén Németországból kerülnek be legnagyobb mértékben, de azért látni kell, hogy Magyarország nem önállátó a félkemény sajt gyártásban, és az ízesített joghurtok gyártásában sem. Tehát itt azt gondolom, hogy mint ahogy már említettem, a sajt kapacitást növelni tudjuk, de a joghurt gyártásunkban ott mindenképpen a magyarországi feldolgozóknak komolyabb beruházások kellenek, hogy a joghurt piacnak a több mint felét meg tudjuk szerezni belföldön. Itthon miként sikerült megállapodniuk a nagy áruházláncokkal, illetve a kiskereskedőkkel? Hát ármegállapodások, meg ilyenfajta megállapodások ugye természetszerűleg a versenytörvényből adódóan is nincsenek és nem is lehetnek. A mi egyeztetéseink, vagy a mi általunk mozgatott marketing alap az arra ad lehetőséget, hogy a magyar termékeket promotáljuk a különböző áruházláncokba, tehát kóstoltatás,
Most is megy egy olyan kampányunk, amelyik azzal foglalkozik, amelyik éppen tegnap indult, és tegnapra lehet látni a tévében, meg az újságokban is, amelyik arról szól, hogy Magyarországra annyi importtermék, annyi termék kerül be külföldről, mindegy 12 ezer kamionnyi termékről beszélünk, amelyeket ugye egymás mellé állítanánk, mondjuk ezeket a kamionokat, hogy érzékeltessük, hogy egy évben mennyi tejtermék jön be, ez, és a 20 métert veszünk egy kamionnak, ez éppen a Balatont körbeérni ez a mennyiségű kamion. És ez a kampány is például arra vonatkozik, hogy ugye manapság nem mindegy, hogy a környezetvédelemmel hogy foglalkozunk, vagy a széndioxid kibocsátással, vagy a földnek egyáltalán a környezetvédelmi dolgokkal, és mi itt azt állítjuk, hogy vásároljunk hazai terméket, és ezek a kibocsátások akkor alacsonyabbak lesznek értelemszerűen, és ez is nagyon fontos, hogy környezettudatosan vásároljanak az emberek, vagy pedig mi valamilyen szinten mi is ezt a gondolatot előtessük azokba a fejekbe, amelyekre be van fogadókészség, mert én azt gondolom, hogy egy felelősen cselekvő embernél egyre több van a Magyarországon. Én azt gondolom, hogy ön optimista. Egyik oldalról, ugye a tejtermék tanács elnökeként, másik oldalról kvalifikált gazdasági szakemberként, első számú vezetőként is, de lát-e kiutat a következő egy-két esztendőben? Vagy pedig harcolniuk kell továbbra is? Hát, ha most az utóbbi 5 évet nézem, akkor az utolsó 3 év az viszonylag stabil volt, az mellett, hogy ebben az utolsó években már azért ez a stabilitás nem hozott megfelelő jövedelmet az ágazatban. Hogyha most én azt gondolom, hogyha ezen itt tudunk egy kicsit változtatni, és a feldolgozott termékek mértékét tudjuk növelni, és hogyha el tudjuk ismertetni azokat az áremeléseket, amit érik az ágazatot, és a piac saját piacunkon belül nem leszünk versenyhátrányba, akkor azt gondolom, hogy el tudjuk érni azokat a céljainkat, hogy tovább növeljük a hazai ellátási tejtermékeknek a volumenét. Lesz dolgok bőven, és most pedig természetesen kedves nézőink, aki látta itt az asztalon, nem véletlenül van itt, hiszen nemrégiben Áder János köztársasági elnökünk, István Falvi Miklóst, mint a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökét, illetve a Pusztavámi Tejszövetkezet ZRT elnök igazgatóját, a hazai tejpiaci egyensúly megteremtése és a hazai tejtermék érdekképviselete érdekében végzett 2 évtizedes munkája elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel ismerte el. Gratulálunk. Köszönöm. És én azt gondolom, meglepődött? Milyen gondolatokkal vett át az értesítést? Hát egy kicsit meglepődtem. Végül is az, hogy a tejterméktanács elnöke, meg társelnöke, meg elnök helyettese vagyok 20 éve, az pontosan 99. májusában választottak meg először, az az eszembe jutott. Az, hogy gondoltak rám, ez mondjuk jól esett, de ezt a kitüntetést azt gondolom nem csak én kaptam, azok kaptak, amik az elmúlt 20 évben velem együtt, vagy mellettem, vagy mögöttem a tejtermelők érdekképviseletében részt vettek. Nos, én még egyszer gratulálok, és kedves nézőink, önöknek pedig elmondanám, hogy természetesen erről a kitüntetéshez vezető útról fogunk beszélgetni egyik októberi adásunkkal István Falvi Miklóssal. Megtudhatjuk, hogy ez a 2 évtizedes munka honnét indult, azt tudjuk, hogy hova érkezett meg, hiszen a terméktanács elnökeként gyakori vendégünk. Addig is pedig köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én azt gondolom, hogy az elképzeléseik kiválóak. Ez már csak némi türelemre van szükség, és hát, hogy végigvigyék ezt, mert a fogyasztóknak is szüksége van rá, és az ágazatban dolgozóknak nem különben. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!